Mesébe szőtt valóság, ezt a címet adtam ennek a videónak, legalábbis a hangi részének, ugyanis a jezsuitákra jellemző volt, hogy mesei környezetben próbáltak meg őstörténeti és aktuál politikai üzeneteket belecsempészni. Nyilván van ez az 1700-as évek elei, közepi 1720-as évek, ez a forradalom tehát a Rákóczi féle szabadságharc leverése után mi időszak, a Habsburgok leimuralma, Magyarország gyarmati sorban tartása. Ennek ellenére most mégsem ennek a, az aspektusával foglalkoznék. sokkal inkább a östötet érdekességekre szeretném felhívni a figyelmet. Mondom még egyszer, mesei mítikus környezetbe. Jó, kezdjük Beneken Antal, Hungária Nova a Veterinus Vokáta művében, melynek a Des kipríció Hungarie Veteris része beszámol arról, hogy hajnalában Magyarországon aranykor volt és hunna istenség, most azért mondom, hogy aztán az istenség szó fogalmát, mert számomra nem egyértelmű, hogy Isten nőről vagy Istenről van szó, aki Jupiter társulalkodója volt Magyarország felett. Jupiter maga a főisten. Ezt így kell érteni. Viszont Mars dühe elől elmenekült, miután bálványozásra késztette a magyarságot ez a Mars nevű hadisten, vagy háború istene. És ebben az időszakban háborúk dúlnak. Elsőbb a polgárháborúkra kell gondolni. És egyszer csak véget érnek ezek a forongások, és ismét füstölnek az oltárok. Ez egy érdekes képi megfogalmazás, hiszen itt a bálvány imádás mellett, amely nyilvánvalóan az ősök szelleme, és az azt, meg, megtestesítő kőszoborhoz áldozati ajándéka járuló kapcsolatteremtő attitűdöt jelent valójában. az újra füstönek az oltárok pedig ezt a urvánista, ugye tűzoltára kell itt elsőbben gondolni, mert a magyarságnak az ősvallása volt, lehet, hogy ettől tértünk át egy másfajta természet hitre. A lényeg a lényeg, hogy ebben az időszakban Hunna is visszatér az égből, de itt csak romokat talál, és gyakorlatilag ember nélküli e, környezetet. Ezért Jupiter e, Merkuriusszal összehivatja a isteneket, és a pusztulással kapcsolatban őket vonja kérdőre ugye Plutót, aki a bányák ura, Selmec, Körmöz, Beszterce, Bachuszt, aki a borvidékek ura, ugye Sopron, Tokaj, ezt a múltkori videóban már említettük, Szerest, aki az Alföldi Gabona királynője, illetve át az erdei vadász úrnőt. Na most ez a Szintia, ez Diána alakban is előfordul, sőt, ugye a római Szilvánusz is ezt a minőséget töltötte, egyébként Diana kelta eredetű erdőistenség, lenne. És összegyűlnek ezek az istenek, és mentegetőznek, mossák a mossák magukat. Pán, ugye a pandónia nevét sokan ebből a Pán isten névből számasztatják, ugye ő a nyájak ura, tehát az állattenyésztés istene, és Mars a hegyek ura, háború isten szintén. Képviselteti magát, ők egymást vádolják. Ugye Plútó, Neptunuszt és Marsot kincsrablással, hogy az aranyokat elrabolta a bányáiból. Diana vagy Cynthia, mert most itt már Diana alakba fordul elő. Ő azzal büszkékelik, hogy soha annyi nem volt, mint amióta ugye genocídium, tehát népírtás történt, hiszen nincs aki vadász a vadakat, ezért a vadak elszaporodtak, tehát maga az istenség az elégedett. Az emberek pusztulása után, a magyarság pusztulása után megnövekednek a vadpopulációk, Ceres pedig, hát ez egy elég morbid része az elbeszélésnek, de a hullák miatt rágyázni se kell a szántóföldeket. De ő is bepanaszolja Dianát, hogy az idegen vadászok letaposták a terméseket. Aztán Pán is megjelenik, ő Marsra panaszkodik, Mars pedig dühösen védi magát. Általában ő a fekete bárány, a háború istene, a háború megszemélyesítője, aki a bálványozást, az áldozást ért felelős. Aztán van még egy információ ebben a műben, az Ister kötőjel Suat Hus, Suatus, nem tudom, hogy kell lejteni, volt a magyarok bábkormánya, és azután ugye Hunnia és Jupiter uralkodott közösen és törvényesen, és ez volt a hatalom az aranykorban. És ebben az időszakban, az aranykorban már miénk a Kárpát-melence. És itt van egy nagyon érdekes információ a műben, Egyrészt, hogy Hunnia Agenor főníciai király leszármazottja. Tehát a magyarság vezérét, vagy isteni minőségben leledző vezetőjét, istenét, főistenét főníciai Agenortól származtatja. Tehát a magyar főníciai kapcsolatokra világít rá. Bál egyébként főníciai istennév. És Európa rokona, ugye is egy női istenség volt. És ebben a műben egyáltalán nincsen szó honfoglalásról, most kell nagyon figyelni, ugyanis őslakók vagyunk a Kárpát-menencében. Legfőbbul uralkodunk a főisten, és a konfliktust mindig ez a isten okozza, a háború istenet, tehát a háborúskodás maga a problémánk, és ugye a bálvány imádó vallás van. Ugye megvádolva, a bűnmeleg ágyaként. És ők okozták a polgárháborúkat és az aranykor végét. Tehát ezeket az információkat lehetett kihámozni. Aztán volt egy Marotti Imre nevezető 1728-as olasz származású magyar jezsuita, aki metamorfózeszt hívja a művében egyfajta ilyen álomutazás vezetőjeként. És a mű, ugye, az gyakorlatilag, bocsánat, Morpheus tívja, most összekevertem, Morpheus tívja e, ő informál bennünket a művében, a művének a címe pedig Metamorphoses secnatales poetiki submantanarum superioris hungerie urbium ac vinearum lenne. Jó, és ez akkor az a Morpheus... Inkább helységnevekről informál minket. Ugye van egy mesei rész, az nem foglalkozok, hogy kiváltozott kővé, meg kinek a személyből lett a patak. A lényeg az, hogy Kassa eredete kapcsán megjegyzi, hogy nem Cassius építette, ő egy római hadvezér volt, és ugye volt három rom Kassánál, hanem harmadik Béla idején Aba Kassia nevű lányáról kapta a nevét. És akkor itt van egy mesei történet, amiben nem megyünk bele, mert nyilvánvalóan teljesen mese. Aztán Boldogkő Váráráról megjegyző, hogy hajdan az Bodonoké volt, ezért Bodon Várnak hívták, ugye a Bodon Nemzetség nevéről. Aztán jött Bachusz, ugye ő a boristen és szőlőtermesztéssel. Gyakorlatilag romossá válik a vár, és szőlőt kezdenek termeszteni a várfalon, meg a hegyoldalon, és ennek okán nyerte a mai nevét a Boldogkő Várát. Hát ugye a bortól mindenki boldog lesz, és akkor a boldogság kövének ez a vára. Tehát így magyarázza a nevet. Tokaj hegyalja birtokosai tokka Inus és felesége Zemplína voltak, ugye innen a Toka és az Zemplén nevek asszociációja, és ők Ceresnek áldoztak, ugye, tehát kezdetben ez nem borvidék volt, ezt majd Bakhus ármánkodásra teszi borvidékké, Ceres nyilvánvalóan a, a szántóvető, Isten, tehát a gabonatermesztő Isten, nekik a gyermekeiknek a neve, mármint Toka, Inusnak és Zemplinának, Taja, Mada, Tolcsva, Liska és, Zó, és, fiaik, ők a lányok, és fiaik Zombor, Tarcal, Keresztúr voltak, az unokáik pedig Binya, Patak és Újhely. Tehát itt személyek nevével, valahél személyek nevével magyarázza a, ez a Marokti Imre a művében, vagy legalábbis Morpheus, hiszen ő informál minket a műben tehát személynevekkel magyarázza a keletkezését, és minden esetben ugye magyar szereplője van a történetnek. Tehát itt a jezsuita költészetben és e, irodalomban az itt elrejtett történelmi adalék szerint e, a magyarság őslapos Kárpát-Berencében és a helységeket a mi isteneink gyártották, és a mi isteneink illetve a mi személyeink nevéről kapták a nevüket. És volt állítólag egy Hunna nevű istenség, vagy istennő, vagy isten, aki a magyarságot patronálja. Ennyi lenne a lényeg, amiről ma szerettem volna beszélni, és akkor gyakorlatilag az első rész, az Istenek lakja a kárpát második része. Nek ez. Köszönöm szépen a figyelmet!